Hétfőn tett feljelentést Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke a helyi rendőrkapitányságon. Szerinte az élelmiszercsomagok kiosztásakor súlyos szabálytalanságok történtek. Azt mondja, az adományokat osztó, kizárólag ilyen szekszártagokból álló szociális, egészségügyi, környezeti és fenntarthatósági bizottság nem tud elszámolni a város pénzén vásárolt adományokkal. Ács Rezső szekszárd polgármestere még márciusban a koronavírus járvány kitörésekor döntött arról, hogy 1000 darab 10 000 forint értékű tartós élelmiszert és vegyi árut tartalmazó csomagot oszt ki az önkormányzat szociális rendszerében szereplő 703 rászoruló között, és 300 csomagot az időközben vagy a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő családoknak. A csomagok kiosztásának koordinálását és lebonyolítását az ilyen szekszár tagokból álló Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság végezte. A szekszárdi városvédők elnöke kikérte a jegyzőtől az adatokat, hogy kik és mennyi csomagot kaptak a város pénzén. Szabó Balázs most azt mondja, hogy az 703 rászorulóból 573-an kaphattak csomagot, legalábbis ennyien igazolták aláírásukkal az önkormányzat adományának átvételét. 130 fő az egészen pontosan, aki nem kapta meg ezeket a csomagokat, pedig alanyi jogon járt volna nekik, tehát azt gondolom, hogy itt óriási probléma van, illetve még kellene 327 nyilatkozattétel az ÉSZ frakciótól, illetve a SZEKÖV-től, mivel a törvény azt írja elő, hogy aki csomagot igényel, az nyilatkozattételben meg kell ezt tegye, hát várva várjuk akkor, hogy megmutassák alapjaikat a képviselők. A városvédők elnöke szerint ráadásul nem csak az adományosztás törvényi előírásainak nem tettek eleget az ilyen szekszárd képviselői, hanem a csomagok osztását még kampánycélokra is felhasználták. A mi problémánk az jelen pillanatban az, hogy a mi véleményünk szerint kampánycélra használta föl az ÉSZ ezt a csomagosztást. Ez az is alátámasztja, hogyha megnézzük a Facebook oldalukat, és ezt az adományosztást végignézzük, akkor állandóan ÉSZ-es pólóban, mintha az ÉSZ csomagja lett volna, mintha az ÉSZ adományozta volna ezeket a csomagokat, illetve nem tartották be a véleményünk szerint a jogi követelményeket, és nem azoknak adták, vagy nem csak azoknak adták ezeket a csomagokat, akiknek ez hivatalosan járt volna. A rendőrségnek 3 munkanapja van eldönteni, hogy kell-e nyomozást elrendelni az ügyben, avagy sem.